Kiemelt juttatások. A börtönök túlzsúfoltsága miatt Szabolcs-Szatmár Bereg megyében két új intézmény épül hamarosan, Kemecsén és Csengerben. Így megkezdődött a munkavállalók toborzása. Állami segítség. 50 ezer forint támogatást igényelhetnek azok a vállalkozások, amelyeknél január 1-től kötelező az online kassa bevezetése. Munkatársakat keres a büntetés végrehajtás. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Mint ismerte, a börtönök túlzsúfoltsága miatt Szabolcs-Szatmár Bereg megyében két új intézmény épül hamarosan, Kemecsén és Csengerben. Így megkezdődött a munkavállalók toborzása. A büntetés végrehajtásban dolgozók kiemelt juttatásokra számíthatnak. A kezdő fizetés tisztek esetén minimum bruttó 330 ezer forint havonta, amit egyebek mellett ruházati költségtérítés, valamint utazási és lakhatási támogatás is kiegészít. A börtönök zsúfoltságának csökkentése érdekében az országosan 9 új börtön építésével és a már meglévők bővítésével közel 6000 új férőhelyet hoz létre a büntetés végrehajtás. A megnövekedett feladatok ellátásához 2500 új alkalmazottra lesz szüksége a szervezetnek, a toborzások már megkezdődtek az érintett településeken. A hatékony toborzásnak köszönhetően a tegnapi napig 3956 fő adta bejelentkezési kérelmét. Ennek 28%-a érettségizett nő, 40%-a érettségizett férfi, továbbá 737 diplomás nő és 507 diplomával rendelkező férfi is jelentkezett. A jelentkezők vonatkozásában a fizikai állapot felmérő, a pszichikai és egészségügyi alkalmassági vizsgálatok jelenlegi folyamatban vannak. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket egészen addig, amíg az új börtönök meg nem kezdik a tevékenységüket. Először is az alkalmassági feltételeket nem kell eltúlnia. Ez a férfi a jelentkezési feltételekről érdeklődik a kemecsei toborzó irodában. Meghirdetett álláshelyre sokan jelentkeznek. A toborzó tiszt elmondása szerint a legtöbb jelentkező felsőfokú végzettségű nő, ők általában valamelyik tiszti álláshelyre pályáznak. A jelentkezők közül sok a helyi, de Nyíregyházáról is sokan érkeznek. A Kemecsére adott pályázatokból körülbelül 800 darabot kaptunk. Ugye elsősorban most a végrehajtó állományt toborozzuk. Ide körülbelül 200-300 önéletrajzot kaptunk. Ezekből 150 főt hívtunk be, illetve vettek részt alkalmassági vizsgálatokon. Ezekből körülbelül ez idáig a fele felelt meg. A felvételi eljárást sikeresen teljesítők 2017. januárjától kezdhetik meg a szakmai képzést, majd ennek elvégzése után állhatnak munkába. A büntetés végrehajtásban dolgozók kiemelt juttatásokra számíthatnak. A kezdőfizetés tiszthelyettesek esetén minimum havi 220 ezer forint, tiszteknél pedig minimum havi 330 ezer forint, amit évente 200 ezer forint kafetéria egészít ki. Ezek mellett ruházati és lakhatási költségkerítés, mobiltelefonflotta használat, kedvezményes üdülési lehetőség és adott esetben szociális támogatás is jár. A hivatásos állomány számára a börtön egyébként stabil, kiszámítható, hosszú távra tervezhető munkahelyet teremt, melyhez képzési és előmeneteli lehetőségek is társulnak a közeljövőben. Kemecsén a város határában lévő 6 hektáros területen épül majd fel az új börtön, a tervek szerint 2018 elejére. A teljesen felszerelt intézetet műút köti majd össze a várossal. Három fiatalkorú fiú rabolt ki egy 55 éves férfit Tiszadobon. A társaság két tagja bántalmazta a sértettet, miközben értékei átadását követelték. Végül harmadik társuk elvette a férfi táskáját, amiben némi élelmiszer volt, és ruhája zsebéből 500 forintját ezután sorsára hagyták. A rendőrök néhány órán belül beazonosították és elfogták a feltételezett elkövetőket. A rendőrség a három fiatalkorút gyanúsítotti kihallgatásukat követően bűnügyi őrizetbe vette. 50 ezer forint támogatást igényelhetnek azok a vállalkozások, amelyeknél január 1-től kötelező az online kassa bevezetése. Az érintettek maximum 5 gépre igényelhetik az összeget, így összesen 250 ezer forintot kaphatnak. 10 tevékenységi körben lesz kötelező a pénztárgép használata, többek között a taxisoknak is. A televíziónknak nyilatkozó cégvezető nem ért egyet a döntéssel. Yeah.
Ezeknek a kiskasszáknak az ára 125 és 200 ezer forint között mozognak. Ehhez hasonló készüléket kell használni azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknél kötelező az online pénztárgépek használata. A gazdasági tárca rendelete szerint november 24-től állami támogatás igényelhető a pénztárgépek megvásárlására. Ennek összege kasszánként 50 ezer forint, és maximum 5 géphez lehet igényelni, tehát összesen 250 ezer forintot kaphatnak a vállalkozások. A kasszák méretben is eltérnek, ez főleg a taxisok számára lehet fontos szempont. Például náluk is bevezetik a kötelező online pénztárgép használatot január 1-től. A beszerzés minden esetben egy üzembehelyezési regisztrációval kezdődik. Az üzembehelyezés, beprogramozás, betanítás megtörténik. Minden pénztárgép tartalmaz egy SIM-kártyát, valamelyik szolgáltatóhoz tartozva, ez lehet Telekom, mobiladat, no roaming, erre a szakosodott vállalkozások. Itt elkészítjük a szerződést, ez egy speciális mobilkommunikációs szerződés, innen már nem kell menni sehová, és amikor végeztünk, egy oktatás keretében a pénztárgépet átadjuk, otthon már csak üzembe kell helyezni, konnektorba bedugja, és használhatja is. Minden pénztárgépnek van éves felülvizsgálata, amelyet a NAV által előírt rendelet alapján végeznek a kasszát árusító vállalkozások. Vince Csaba szerint ezt egy autó műszaki vizsgájához lehet hasonlítani. Január 1-től 10 tevékenységi körben vezetik be az online kassa használatát. Ez közel 20 ezer vállalkozást érint országos szinten. Többek között a szolárium és masszázszalonok, autószerelő műhelyek és a plasztikai sebészek is szerepelnek a listán a taxisok mellett. Szerintünk teljesen értelmetlen dolog, mivel a taxisok nagy része ugye vállalkozó, egyéni vállalkozó, és ők ezt a karta vállalkozási adózási rendszert választották, aminek van egy fix díja, és az értékhatár meg 500 ezer forint havonta, és mi vidéken ennyit nem érünk el. Úgyhogy ott a legtöbb taxis befizet ezt a fix díjat, és innentől kezdve meg nincs mit úgymond elcsalni, vagy nem tudom, hogy mire gondolnak, hogy fehérítsék a taxis társadalmat, mert mi vidékig nem tudunk annyit dolgozni, hogy azt elérjük ezt a határt. És Pesten talán lehet, de itt nincs, főleg így, hogy a kormány ugye tervezetbe javasolja, hogy jövőre ugye ez a havi 500 ezer, ez 1 millió forint legyen. Zatureczky Pál szerint az is probléma, hogy nem egy komplett taxiórát kell majd beszerelni, hanem a taxaméter mellett kell majd működtetni az új eszközt. Így például ennél a taxinál, ahol terminális működik, már három helyre kell beírniuk az utazás összegét, ami így időben is meghosszabbítja majd az utazást. Meghaladta a riasztási értéket a szállópor koncentrációja Nyíregyházán. A meteorológiai előrejelzések szerint az esti korra reggeli órákban a légszennyező anyagok további feldúsulása várható. A levegő minőségben javuló tendencia csütörtöktől valószínű. A szennyezettség éjszaka a legmagasabb, ezért az esti és reggeli órákban lehetőleg kerüljék a szabadban végzett megterhelő fizikai munkát vagy sporttevékenységet, és a szellőztetést a déli kora délutáni órákban végezzék. A légszennyezettség további romlását elkerülendő a szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy kerüljék a személygépjárművek, főként a dízel üzeműek használatát. Lehetőség szerint utazzanak tömegközlekedéssel, valamint fűtésnél, amennyiben lehetőségük van rá, a szilárd tüzelés helyett a gáztüzelést részesítsék előnyben. Egy platformra került a Jobbik, az MSZP és a DK azzal, hogy nem szavazták meg az alkotmánymódosítását, jelentette ki Máté Szalkai tájékoztatóján Kovács Sándor. A Fidesz országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, a Jobbik a letelepedési kötvény megszüntetéséhez kötötte volna szavazatait, ami egy törvény által szabályozott gazdaságpolitikai intézkedés. Ezt nem lehet összehasonlítani az illegális tömeges bevándorlással, tette hozzá a politikus. Ezért lett volna a népszavazás, ezért van az alkotmánymódosítás, ezért lett volna az alkotmánymódosítás, hogy hogyan tudjuk megakadályozni a magyar államnak, a magyar nemzeti identitásnak az eltorzulását, még egyszer hangsúlyozva az illegálisan, törvénytelenül ide érkezett embereknek az erőszakos ide telepítését. És hogy a Jobbik most eljátsza, hogy ő szeretne újra alkotmánymódosítást, a parlament nem játszótér, az alkotmánymódosítás az nem duzzogó gyerekeknek a terepe, ahol ha ezt megcsináljátok, csinálom, ha ezt nem, azt gondolom a nemzetet elárulták. Mindenki azt ígérte, hogy a nemzet érdekében meg fogja szavazni, csak a kormányra és a kormánypártokra lehetett számítani. A kormány nem becsüli meg a köztisztviselőket és a közalkalmazottakat, amit az is jelez, hogy a közszolgálati dolgozók napja jövőre már nem minősül szabadnapnak, mondta a nyíregyházi sajtótájékoztatóján Halmi József, az MSZP Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei alelnöke.
A politikus szerint ez hibás döntés. Inkább annak a lehetőségét kell megkeresnie a kormánynak, hogy emelni tudja a béreket a közalkalmazotti szférában. Nem becsüli meg a kormány azokat az embereket, akik az embereket szolgálják, az embereket segítik, településeket működtetnek, konyhákat, iskolákat, sorolhatnám mindazokat, miközben látjuk, hogy az ő köre a kormány tisztviselőket, meg 30%-os béremelés, meg különböző juttatás, és még azt a köztisztviselő napot is meg akarja szüntetni, ami egy nap munkaszüneti nap volt nekik, és közben meg felhívta a figyelmet arra, hogy ők vannak, és léteznek, és dolgoznak minden nap, mert a munkájukat tisztességesen és becsületesen végzik, visszautasítjuk, ahogy a kormány kezeli őket, és felszólítjuk a kormányt, a Szocialista Párt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szövetsége nevébe, hogy becsülje meg ezeket az embereket, anyagilag is és emberileg is, mert megérdemlik. Hármas karamból történt tegnap este Nyíregyházán a 41-es számú főúton. Egy körforgalom előtt lassított két személygépkocsi, amikor egy teherautó beléjük rohant. Személyisérülés nem történt, a forgalomkorlátozás azonban jelentős fennakadást jelentett az esti csúcsforgalomban. Közösségépítésre és fejlesztésre is lehetőséget ad a fogyatékkal élők művészeti csoportjainak éves találkozója. A rendezvényről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Az év sportolója a gyalogló Helebrant Máté, az év parasportolója pedig a vívó Veres Amarilla lett Nyíregyházán. Az évedzője díjat Pokromenszki József és Pákei Béla vehette át, Sallai József kosárlabdaedző pedig életműdíjat kapott a hagyományos sportgálán. A nyíregyházi Zrínyi Gimnázium csapata bejutott az 5.-6. korcsoportos fiú kézilabda diákolimpia országos döntőjébe. Barta Dénes együttese végzett az élen a megyei döntőben, megelőzve a nyíregyházi aranycsapatát. Közösségépítésre és fejlesztésre is lehetőséget ad a fogyatékkal élők művészeti csoportjainak éves találkozója. Véli Balogh Zoltánné a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének elnöke. Idén a Nyíregyházi Esélycentrumban szervezték a művészeti napot, amelyen a megye valamennyi intézménye bemutatkozott. Az ellátottak és az egyesületi tagok munkáiból tárlat is nyílt. A nyíregyházi Bárczi Gusztáv iskola második osztályos tanulói is felléptek a Nyíregyházi Esélycentrumban szervezett művészeti napon. A megyében működő fogyatékkal élő gondozásával foglalkozó intézményeket várták az ifjúsági találkozóra, amelynek idén a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete volt a házigazdája. Újfehértóról, Kisvárdáról és Vásárosnaményból is érkeztek fellépő csoportok, de számos nyíregyházi intézmény is bemutatkozott. Nagyon fontosnak tartjuk az ilyen találkozókat, ugyanis a felnőtt értelmi fogyatékos fiatalok itt meg tudják mutatni, hogy igenis ők is értenek a művészethez, nagyon szeretnek táncolni, szeretnek ismerettségeket kötni és új barátságokat is. Hóban ébred majd az ünnep, minden percben nevet rán. A felkészítő tanárok segítségével számos énekes és táncos programmal készültek a diákok. A találkozó kísérő programjaként egy kiállítást is szerveztek a különböző szervezetek ellátottjai, illetve az egyesületi tagok munkájából. Ez a kreatív tárlat is jó példa arra, hogy a fogyatékkal élők is tudnak értékteremtő, piacképes termékeket készíteni. A fejlesztés az nagyon fontos számunkra, hogy valami kis kézügyesség, manuális foglalkozásokat tartunk. Pontosan a szereplés is hozzátársul ehhez, de a kiállítás során olyan kézügyességeket meg kreativitásokat tudnak elsajátítani, akinek természetesen ehhez van készsége, és ötleteket kaphatnak akár az otthoni lakásuk ünnepeknek a megtartásához, a lakásdíszítéshez, és egyéb olyan eszközöket és kis figurákat, gyurmákat vagy gyöngyöket fűznek, tehát gyertyát készítenek. A kiállítás maga beszél róla. A tárlat november 25-éig tekinthető meg a Nyíregyházi Esélycentrum Tiszavasvári úti épületében. Az év sportolója a gyalogló Helebrant Máté, az év parasportolója pedig a vívó Veres Amarilla lett Nyíregyházán.
Az év edzője díjat Pokrovenszky József és Pákei Béla vehette át. Sallai József kosárlabda edző pedig életműdíjat kapott a hagyományos sportgálán. A rendezvényen a nemzetközi, illetve hazai versenyeken, valamint a diákolimpiákon legjobban szereplő sportolók és edzőik vehettek át elismeréseket. Az olimpia évében nem volt kérdéses, hogy kikapja az év sportolójának járó díjat a riói ötkarikás játékokon 20 kilométeres gyaloglásban 28. helyen végző Helebrant Máté vehette át az elismerést a Continental Arénában. Máté edzője Pokrovenszky József szintén díjazásban részesült. Eddigi pályafutásom során ez volt a legsikeresebb esztendő. Szinte minden versenyen egytől egyig egyéni csúcsot, illetve még egy országos csúcsot is sikerült megdöntenem. A riói olimpián elértük azt a célt, amit kitűztünk, és még így is egy kicsit kis hiányérzet van bennünk. Viszont ez a jövőre tekintve jó, mert sokat tanultunk ebből az olimpiából, és tudjuk, hogy mit kell változtatni, és hogyha ezt az utat folytatjuk, akkor talán a jövő év még sikeresebb lehet. A legjobb parasportoló, az ötkarikás játékokon csapatban bronzérmet szerző, Európa-bajnoki második, világkupa győztes kerekes székes vívó Veres Amarilla lett. Igazából rangsort, mint olyat, azt nem szeretnék elíteni minden egyes ére, minden egyes eseménynek megvan a maga jelentősége. Nyilván a világkupák, meg az Európa-bajnokság, azok az epizódok voltak a főműsor az olimpia előtt, de összességében minden egyes verseny és edzés ugyanolyan fontos. Veres Amarilla trénere Pákei Béla is átvette a legjobb edzőnek járó díjat. Több mint 4 évtizedes kosárlabda edzői munkásság elismeréseként kapott díjat Sallai József. Az első helytől kezdve, úgy mondom, a nyolcadikig mindegyikre büszke vagyok, és talán nem csak azért vagyok büszke, hogy eredményeket értünk el, hanem vannak 50 éves tanítványaim is, akik annak idején együtt kezdtük a kosárlabdát. Nagyon sok becsületes, lelkes, jó szakembert, nem csak kosárlabdában, hanem az élet minden területén megállják a helyüket. A sportgálán díjazták még a nemzetközi, illetve hazai versenyeken, valamint a diákolimpiákon legjobban szereplő sportolókat és edzőiket. A nyíregyházi Zrínyi Gimnázium csapata bejutott az 5.-6. korcsoportos fiú kézilabda diákolimpia országos döntőjébe. Barta Dénes együttese végzett az élen a megyei döntőben, megelőzve a nyíregyházi aranycsapatát, a 3. helyen pedig a kisvárdai Bessenyei Gimnázium gárdája végzett. 3 csapat részvételével rendezték meg Nyíregyházán, a Bencsiskola csarnokában az 5.-6. korcsoportos fiú kézilabda diákolimpia megyei döntőjét. Az előzetes esélylatolgatások alapján az Zrínyi és az Arany között kellett eldőlnie az elsőségnek. A 2 csapat mérkőzése igazolta is a várakozásokat, a találkozó az utolsó pillanatig nyílt volt, végül az Zrínyi örülhetett 17-16-os győzelmének. Mivel a kisvárdai Bessenyei csapatát mindkét gárda magabiztosan verte, Barta Dénes együttese végzett az élen. Rutinban, tapasztalatban a mi csapatunk volt az esélyes. Ennek ellenére egy nagyon szoros mérkőzést játszotta az aranyjal, nagyon szimpatikus volt az ellenfél, fölpörgette magát, és igaziból mi sem találtuk azokat az ellenszereket, amelyeket kellett volna. Én úgy gondolom, hogy az én csapatom egy könnyű lovasság, akinek futni kell, gyorsan kell vinni a labdát, mert egy ilyen magas fallal szemben csak nagyon komplet játékkal tudunk megfelelni, és ez hiányzott a játékunkból. 42. alkalommal sikerült bejutnunk az országos döntőbe, és hát nagyon örülök neki, mert továbbra is egy nagyon jól felkészült, jó társasággal vívhatjuk meg majd remélem a küzdelmet, bár erős lesz a mezőny, mert az akadémiákkal is fel kell venni a versenyt, és azokkal a csapatokkal is, akiknek NB1-es háttere van, és az NB1-es ifjúsági bajnokságban erősödnek minden hétről hétre. Az Zrínyi együttese győzelmével egyeneságon bejutott a diákolimpia országos döntőjébe, amelynek február elején Nyíregyháza ad majd otthont. Különleges jelentőség, és nyugodtan mondhatom, hogy egy különleges hangulatú megyei döntőn vehettünk most részt, hiszen nagyon izgalmas meccseket láttunk, főleg ugye az első mérkőzést, az Arany és az Zrínyi összecsapása, amit nyugodtan mondtam, hogy egy presztízs rangadó, és valóban most különleges borsot adott neki az, hogy az itteni nyertes, ennek a megyei döntőnek a nyertese, mindig a mennyiságon kvalifikálta magát az 5-6-os korcsoportos összevont labdajátékok döntőjében, amit ugye itt rendezünk meg Nyíregyházán februárban, és bízunk benne, hogy majd az itt nyertes Zrínyi, akinek innen is szeretnék gratulálni, majd megmutatja azt, hogy nem véletlenül vannak ott a döntőbe, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kézilabda sportjának az erejét is növelik majd februárban, és bízunk benne, hogy azért viszik majd a megyénk hírnevét innen is.
A második helyezett arany a területi döntőből még bejuthat az összevont labdajátékok országos döntőjébe, amelyen a kézilabdázók mellett röplabdázók és kosárlabdázók szerepelnek majd. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Munkatársakat keres a büntetés végrehajtás. Mint ismert, a börtönök túlzsúfoltsága miatt Szabolcs-Szatmár Bereg megyében két új intézmény épül hamarosan, Kemecsén és Csengerben. Így megkezdődött a munkavállalók toborzása. A kezdő fizetés tisztek esetén minimum bruttó 330 ezer forint havonta. 50 ezer forint támogatást igényelhetnek azok a vállalkozások, amelyeknél január 1-től kötelező az online kassa bevezetése. Az érintettek maximum 5 gépre igényelhetik az összeget, így összesen 250 ezer forintot kaphatnak. 10 tevékenységi körben lesz kötelező a pénztárgép használata, többek között a taxisoknak is. A Kölcsei Televízió iradóját látták november 23-án szerdán. Friss hírekkel holnap este is várjuk Önöket. Műsorainkért és további hírekért addig is látogassák honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap párás időre számíthatunk, a Kárpát-medencében lényeges változás egyelőre nem várható. Csendes őszi időre számíthatunk, továbbra is a napsütés lesz a jellemző. De csütörtökön főként a keleti országrészben helyenként tartósan megmaradhat a köd. Éjjel eleinte gyengén, majd változóan felhős idő várható. Éjszaka sokfelé képződhet köd, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 0 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben általában több órás napsütésre lehet számítani, de helyenként tartósabban felhős, párás, ködös körzetek is előfordulhatnak. Csapadék nem lesz, mérsékelt marad a légmozgás. Délutánra 7 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Péntektől délnyugat felől növekszik, vastagszik a felhőzet. Pénteken, illetve szombaton főleg a nyugati és a déli országrészben vasárnap elszórtan számítani lehet esőre, záporra. A hőmérséklet még az ilyenkor szokásos felett alakul. Vasárnap este hideg front éri el térségünket. A jövő héten jóval hidegebb levegő árasztja el a Kárpát-medencét megerősödő észak-nyugati széllel. Helyenként kialakulhatnak záporok, hózáporok. Egyre csípősebbek lesznek az éjszakák, gyengül a nappali felmelegedés, a jövő hét közepén még a délutáni órákban is több helyen fagypont közelében marad a hőmérséklet.